Szilágyi Erzsébet szobrának koszorúzásával kezdődött a program pénteken délelőtt. Mások mellett Ignác Balázs, Heves vármegyei főispán, Mincér Gábor, Eger alpolgármestere, Ballagó Zoltán, az Egri tankerületi központ igazgatója, valamint a Szilágyi és baráti kör nevében Gönczi Sándor, az iskola nyugalmazott igazgatója is koszorúzott. Verset szavalt Kónya Boglárka, a végzős diák büszke az iskolában töltött évekre. Szerelmes szívemnek, 7 egész esztendő. 4 éve, hogy itt tanulok, minden évben, ahogy megemlékezünk ugye az Erzsébet napról, ugye névadónkról, számomra ez egy nagyon szívmelengető ünnepség, hiszen minden évben én mondhatom el a Mátyás anyja című verset. Rázsi Boton Miklós, az iskola igazgatója, az ünnepségen arról beszélt, Erzsébet egy igazi alma máter volt. Mátyás anyjaként királyt nevelt az országnak, védte, óvta, gondoskodott róla, de ugyanakkor nagyon határozott kézzel irányította nem csak a fia nevelését, hanem a részben az országét is. És ez az üzenet számunkra nagyon fontos, hogy mi is egy olyan alma máter vagyunk, ami védi, óvja a diákot, de ugyanakkor határozott kézzel igyekszik terelgetni a megfelelő helyes irányba. Az év tanára lett Békési Katalin, a Pro Scola díj elismerést a nyugalmazott dr. Szerdahelyi Néhutter Angéla kapta. Az ünnepség az iskola példamutató teljesítményt felmutató diákjainak elismerésével folytatódott az Erzsébet napon. A Szilágyi az esti gombavató ünnepséget is erre a napra időzítette.